Az Unusual Ledger bemutatja Crucio Tibort. Crucio Tibor délalföldi hajléktalan gyilkos. Crucio egy 2001 őszén elkövetett igen intenzív, 4 halálos áldozatot követelő bűncselekmény sorozattal vált ismerté. Motivációját tekintve a sorozatgyilkosok pénzhajhász típusához tartozott, bűncselekményeit hosszabb tervezés nélkül szinte rögtönözve követte el. Crucio Tibor Békés városában született, egy szegény családban. A rendszerváltás után hajléktalan lett, szegedi lakatlan házakban, illetve Indóháztér sarkán álló hajléktalan szállón húzta meg magát. 2001 előtt is elkövetett már bűncselekményeket, ám ezek kisebb súlyú lopások, csalások voltak. Családja nem volt, emberi kapcsolatait jobbára a hozzá hasonló hajléktalanok jelentették. 2001-ben sem állandó lakó, sem munkahelyen nem rendelkezett. Crucio akkor kezdett intenzív bűncselekmény sorozatba, amikor ismerőse Dimovics József útján megismerkedett Kocsis Lajossal. A bűnöző életvitelt folytató Kocsis alig 2 héttel korábban szabadult egy hosszabb börtönbüntetésből, és Dimovicsa közösen megpróbált kirabolni egy ceglédi benzinkutat. A kísérlet kudarcot vallott. Dimovicsnak menekülnie kellett, ráadásul a töltőállomás munkatársai még autójának a rendszámát is feljegyezték, ezért szegedi otthonával nem térhetett haza. Dimovics és Kocsis ekkor felkeresték a baktói kertvárosban élő Cruciót, és arra kérték, hogy nyújtson nekik menedéket. Crucio megszerezte a ház tulajdonosának beleegyezését, így Kocsis és Dimovics baktó maradhatott. A 3 férfi azonban pénzszűkében volt, ezért bűncselekményeket kezdtek tervezni. Dimovics felvetette, hogy az egyik szegedi nő ismerősénél jelentősebb vagyon van felhalmozva. A nő ismerte Dimovicsot, aki rabláshoz olyan személy kellett, akit a hatóságok nem tudnak kapcsolatba hozni vele. Crucio Tibor vállalta, hogy végrehajtja a rablást. A férfi Rókusra ment, ahol Kisteleki Ede utcában önmagát az asszony fiának kiadva bejutott a lakásába, ahol előbb ütlegelte, majd egy ruhadarabbal megfojtotta az asszonyt. A lakásból pénzt, ékszert, italokat és ruhát rabolt el. Zsákmányának értéke 200.000 forint körüli összeg volt. A csoport gyenge láncszeme Dimovics volt, akiben egyre érett az elhatározás, hogy nem bujkált az őt ceglédi rablás miatt kereső rendőrök elől, enyhébb büntetést várva önként feladja magát. Dimovics társai tudtára hozta az önfeladási szándékát, ez azonban társakra kinézve kifejezetten kockázatos lett volna, hiszen az alig pár nappal korábban szabadult Kocsis és a rókusi gyilkosságot elkövető Crucio így a rendőrök látókörébe került volna. Kocsis és Crucio ezért eltervezték, hogy megölik Dimovicsot is. Szeptember 21-én Dimovics italába nyugtatókat kevertek, és az elkábult férfit egy szőnyegbe burkolták. Majd olyan erővel nehezedtek a mellkasára, hogy Dimovics bordái eltörtek. A megfulladt tettes társat a kis kundoros maitanya világba szállították, és egy lakatlan ingatlan udvaron lévő kútba dobták. A banda ezek után további bűncselekmények elkövetését tervezte, és így fegyvereket vásároltak. Crucio 3. gyilkosságát október 27-én követte el. Azt a tippet kapta, hogy egy tanyán élő özvegyasszony jelentősebb összeget tart a házában. Crucio és Kocsis az asszony házához mentek, ahol rátámadtak a nőre, és pénzt követeltek tőle. Az asszony a felszólításra átadta a pénztárcáját, ám amikor Kocsis kinyitotta azt, akkor csupán egy jelentéktelen összeget, 3000 forintot találtak benne. Crucio annyira feldühödött a csekély összegen, hogy közelről főbelőtte az asszony, aki szinte azonnal meghalt. Crucioék átkutatták a házat, ám a gazdagnak hitt özvegynél jóformán semmi értékeset nem találtak, gyakorlatilag 3000 forintnyi zsákmánnyal távoztak. Crucio a kudarcszor feldühödvén úgy döntött, hogy másnap újabb rablást követel. Áldozatának egyik ismerősét szemelte ki, akiről úgy tudta, hogy reggelente jelentősebb összeggel a táskájából indul dolgozni a tarjáni otthonából. A kora reggeli órákban elrejtőzött a ház előtt, majd 5:30-kor az épületből kilépő áldozatra fegyverrel rátámadt, és fenyegetőzve a táskáját követelte. A férfi azonban nem adta át a táskáját, ellenállt Cruciónak, aki végül 3 lövéssel tett pontot a rablás végére. A súlyosan megsérült áldozat néhány nap múlva meghalt a kórházban. Crucio 2 embert lőtt le 24 órán belül, azonban a pénzszerzési vágytól túlpörgött bűnöző a tarjáni lövöldözés után néhány órával már egy szegedi fémkereskedő telepet támadott meg. A telep dolgozóját egy fémrúddal leütötte, kasszából pedig 70.000 forintot vitt el.
A leütött munkás sérülésekkel ugyan, de túlélte a Crucióval való találkozást. Crucio álmokfutással változó pénzszerzési kísérleteinek az vetett véget, hogy a rendőrség elfogta 2003. szeptember 26-án, és az ügyben első fokon eljáró Csongrád megyei bíróság Cruciót 4 ember meggyilkolása miatt életfogytig tartó fegyházra ítélte, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. Fellebbezés után a szegedi ítélőtábla jóváhagyta az ítéletet, a Cruciót megvizsgáló orvosok az ítélet kimondása után megállapították, hogy a férfi előre haladott állapotban lévő rákbetegségtől szenved. Akkor úgy tűnt, hogy a rákiszabott életfogytiglani büntetés nem lesz hosszú, azonban a börtönkórház orvosai megműtötték és kigyógyították a rákból. A sorozatgyilkos Crucio Tibor a szegedi Csillagbörtönben tölti büntetését. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a részben is. Jövő kedden új résszel jelentkezünk. Addig is hallgassátok meg a régebbi epizódokat, és kövessetek a többi közösségi médián.